Szeptemberben született egy kormányhatározat, miszerint azok a háztartások, amelyek tavaly nem földgázt, illetve vezetékes távhőszolgáltatást használtak, igényelhetik az egyszeri 12.000 forintos rezsitámogatást, fogalmazott dr. Juhász Attila Simon, a Fidesz-KDNP megyei képviselője a Polgárok Házában. A tájékoztatón elmondta, a támogatást október 15-ig lehetett kérni. Hozzátette, a települési önkormányzatok a belügyminisztériumnak küldték el az igényeket, amelyeket október 31-ig továbbítottak a kormánynak. A feldolgozást követően pedig költségvetési átcsoportosítás készült. Mint mondta, ez közel 2,5 milliárd forintot jelent, amit miután a belügyminisztériumban elkészült a támogatóokirat, 15 napon belül az önkormányzatok számlájára utalnak. Az önkormányzatoknak pedig az a feladata, hogy azon szolgáltatókkal, akik az adott tüzelőanyagot biztosítják a polgáraik részére, akár tűzifáról, akár gázpalackról, akár egyéb tüzelőanyagról, briketről, pelletről, vagy esetleg szénről van szó, megkötik ezeket a szerződéseket, és az adott telephelyekről lehet elszállítani majd ezeket a támogatásként kapott tüzelőanyagokat. Heves megyében körülbelül 12.000 háztartás nyújtott be igényt a támogatásra, ami mintegy 142 millió forintot jelent.